magad mellett nem csak nyugodtnak látszok, hanem belül is annak érzem. Persze a mérkőzés folyamán vannak olyan percek vagy időszakok, amikor felmegy a púzusom is, de az én feladatom, hogy próbáljam magam függetleníteni a hangulattól, szinte mindentől, hogy józan megfelelő döntést hozzak a csapatom szempontjából, hogy tudjam segíteni a játékosokat, a pályán lévő játékosokat. Ezt kell néznem. Sokszor ugye hátra megyek, vagy segítséget kérek a kispadon esetleg, hogyha van valami ötletem, akkor erősítsenek meg benne, vagy hogyha esetleg olyan gondolat, akkor cáfoljanak meg nyugodtan. Illetve hogyha úgy látom, hogy minden rendben van, akkor is időszakonként ugye meg kell kérdeznem a sávomat, hogy ők látnak-e valami változtatásra okot, amit ugye a cél érdekében, a győzelem megszerzés érdekében meg tudjunk tenni.